harcos, erős, rendben van. Mit kell még tudni? Van egy vallásunk, a tátos. A tátos rendnek vagyunk mi igazából, szerintem az alapítói. Hello Schultz, hello hello. Ú, egy pillanat, srácok, ki kell fújnom az orromat, hát nem hiszem el amúgy. Na, vissza is tértem, szóval. A tátos rendnek vagyunk mi szerintem. Az úgymond megalkotói, megalapítói. Mert amúgy, ha itt megnézitek, bármit tudunk alakítani a renden belül, ami azért elég durva. Kedvünk szerint alakíthatjuk majd az egész rendet úgy, ahogy szeretnénk. Jó, de ezt egyelőre hagyjuk. Miért hagyjuk? Mert az Árpád dinasztia nem éppen nagy fával rendelkezik jelen pillanatban, mint ahogy láthatjátok, de ezen tudunk módosítani. Hogyan? Hát a tátos vallásnak van egy sajátos szépsége. Minden egyes férfi embernek három szeretője lehet a felesége mellett. És teljes mértékig elfogadott utódként van számon tartva. Jó. Kevés bajnokunk van, háborút tudunk kezdeményezni, nem szeretnénk, jó. Az örökösünk az a fiunk, méghozzá Árpád, mert itt, ha minden igaz, itt az öröklés az apáról fiúra száll. Jó, hát a seregünk az nem oly nagy, de sereget azt készítünk. Ostromgépet azt mindenképpen készítünk. Kettővel is tolunk bele egy kis seregecskét, jó. És ilyen könnyed harcosokat is képzünk azért, legyenek jó, kezdjen el telni az idő. Nézzük a tanácsot. A tanács az szerintem nagyon jól áll össze. Gyula, a mi kis kémünk. Vilmos, a mi parancsnokunk. Ambrus, szerintem jó a tanácsnokunk. A feleségünk azt tud nekünk segíteni. Hát akkor segítsen ebben. És a tátos rendnek az egyik hívője. Hogy kell ezt mondani? Aki hirdeti az igét. Jó. Hát igen, itt nagyon más házakból származnak itt az emberek. Nem baj. Jó. Az idő az ketyeg. Jó. Rendben van. Eléggé jól állunk sereggel amúgy, ami nem rossz, nem rossz. Szerintem... Na várjál csak! A feleségünk az nagyon jó tanító. Amit tanultam itt az utóbbi időkben, hogy ezt is miben számításba kell venni, itt a gyerekek úgy tanulnak, hogy... Na, mennyien? Hogy minél jobb tanítókkal vannak ellátva, úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos. Úgyhogy az összes fiúgyermeket azt már oda is pateroltuk. Na de, mire van szükségünk? Hát, szeretőre. Senkit nem találok, mint szerető. Micsoda? Viselkedjél már? Jó. Összehívjuk a sereget. És elmegyünk fosztogatni. Valamiért semmi hangja nincsen a játéknak amúgy. Na, végre megjelent a játék hang is. Azt hittem nem lesz hangja amúgy a játéknak. Mi az, hogy nincsen még szeretünk? Hát ilyet. Jó. Rendben. Árpád. Árpád, ő nagy vezér lesz, reméljük. És az a helyzet, hogy itt lesznek ilyen kisebb területeket fog tudni majd szerezni elméletileg. Tűz és vér. Elszedtük, amit szerettünk volna. Úgyhogy ide már nem támadunk. Nagyon nem szabad mindenkit magunkra haragítani, mert
Én belefutottam egy olyan hibába, itt a környéken egyszer csak kipróbáltam, hogy milyen ez a micsoda álmos vezérrel való játszadozás, és utána mindenki, az atya úristen is megtámadt minket, és először akkora háborúkat vívtunk, mire le tudtam telepedni, hogy megőrülsz. Megőrülsz tőle. Jó. Itt igazából most csak kicsit húzzuk az időt, növeljük a sereget. Nem csinálunk itt most nagyon sok mindent, mert úgyis a sztyeppén vagyunk és majd igyekszünk letelepedni. Három aranyat, egy kis zsákmányt szedtünk. Azt hiszem még itt tudunk egy kicsit rabolászni. Jó. Aztán haza is jönnek szerintem az urak. Mert ennyi elég is lesz első körben. Széklapot? Széklapot, igen, igen, azt. Zsemberentyúk. Kösz szépen a követést. Hello, hello. Üdvitt, üdvitt. Nos, nézzük, hogy mi szépet kaptunk. Igen. Jó. Nekem igazából hívni kellene lovagokat. Nem nagyon állunk jól lovagok terén, szerintem. Nem olyan szépek a lovagjaink, hogy így mondjam. Mert hát 2-3 az, aki. Gyere már lovag nekem, ember. 15-ös, az nagyon jó lovag. A 15-ös az nagyon jó lovag. Aki viszont ilyen 3-os meg 5-ös. Az 5-öst is majd még visszatesszük itten a talomba, ők majd megpihennek egy kicsit. Nézd már, elkezdtek minket fosztogatni, érted? Minket akarnak fosztogatni. A sztyeppén nagyon jó harcosok vagyunk, azt azért tudni kell. És nagyon sokszor mutatja is a térkép, hogy nagyon jó körülmények között tudunk harcolni. És vissza is vertük őket, ennyit erről. Szevasztok, szevasztok, hogy vagytok? Na menjtek is vissza a kis kuckútokba. Jó. Rendben. Ajajajajaj. Azt mondja, hogy Árpád kicsit beteg. Az nem jó. Gyorsan hívunk is egy orvos, mert amúgy nincsen orvos a helyünkön. Jó, a sereget azt most eltesszük. Azt mondja, hogy nézzük. 16-os. Kedves Márton. Hát, kedves Márton. Ön megnyerte. Ön megnyerte, és már orvos is lehet. Na és már is, mondjuk ide lehetne egy kis foglalást intézni magunknak a szépséges királyság ellen, de itt én nem szeretnék foglalni, mert elég nagy csatákat fogunk megvívni. Úgyhogy ja, hát itt nem kicsi csatát fogunk megvívni, azért 3200 fős serege ellen kell csatáznunk. Igen. Igen. Király is beteg lett. Annak nem örülök. Nagyon jó. Nagyon jó. Hát a király is beteg lett. Hát miért ne lenne jó? Csatározunk, és egyszer csak a király is beteg. A fia is beteg. Bár a fia már meggyógyult, annak örülök. Annak nagyon örülök. Még a fia se egy rossz harcos. Jó. Rendben van, ne? Rendben van. Jött egy bajnok. Megnézzük a bajnokot, hogy ő mennyire jó. 22-es. Már is bekerülhet a lovagok közé. Ezt a lovagot visszahívjuk. Nagyon jó. De amúgy nem találok senkit, mint szerető. Haló? Az érdekes amúgy. Hűha. Van baj. Van baj.
Jó, szétnézzünk azért, hogy mi újság van. Hát itt egy hajadon. De lehet, hogy csak szimplán beszélgetni kéne, és akkor minden jobb lenne. Igazából nem beszélgetek senkivel. Hát akkor... Az baj, amúgy ebben a tátos vallásban egy-egy baj van csak. Árpád. Árpádban nem lovag. Hát, ezt úgy hívják, hogy szarügy. Most ezt nem tudom mit mondani. Én ezt a fát szeretném kifejezni, itt találtam itt nagyon jó dolgokat. És amikor nézegettem, úgyhogy nekem ez a fa, ez kell. És igazából ez a fa, ha az a fa meg lesz, akiket börtönbe zárok, azokért nagyon-nagyon jó kis pénzeket lehet beszedni. És az tetszik nekem. Hát most komám, Ágoston, veled mi az atya úristent kezdjek? Nem tudok veled mit kezdeni. Jó, amit viszont szeretnék még, ez nagyon sokba kerül, de viszont íjászokat mindenképpen szeretnék. Mindenképpen szeretnék íjászokat a seregben látni. Jó, a király jobban van. Ennek már nagyon örülök. A király sokkal jobban van, azt mondta. Te fosztogat nézz ide? Akkor bajban leszel, komám, azt ugye tudod? Ó, hogy ezt a területet most itt foglalják. Aha. Az szép. Hát én nem akarom elfoglalni előle. Figyelj már, a feleségedet nem lehetne megismerni. Megismerkednék a feleséged, de komám. El kell csábítani itt a környéken, mindenkit is visszük magunkkal a Kárpát-medencébe. Megnézzük itt Angliában, mi újság van. Hát igen. Itt fent éjszakon. Ojjajjaj. Ilyen férfi út talált itt magának. Nagyon jó. Jó. Rendben, hát még nem nagyon szaporodunk. Tudom, hogy miért nem találunk amúgy senkit. Azóta elvesztettünk egy háborút, az nem baj. Rendben van. Most az eleje egy kicsit lassú, de utána... Igen, most kezdtem. Őszintén megmondva, kérlek szépen 20 perce kezdtem. Szerintem annyi sincsen, 10 perce kezdtem, úgyhogy igen. Még most csak felmérjük a helyzetet, aztán... Jaj, így lemerül a fülesem. Aztán bevándorlunk szépen Magyarországra, vagy hát a Kárpát-medencébe. Na, a fülest feltettük gyorsan töltőre, mert majdnem lemerült itt nekem. Vazallan, igen. Jó, hát itt igazából most nem kell csinálnunk semmi olyat, mert itt most csak a seregnevelésére kell rámennünk, semmi másra. Annyit kell tudni, hogy amikor ide beindulunk egy háborúra, az én seregem lesz ott, illetve egy 5000 fős sereget kapunk, amit még irányíthatunk, és igazából Bulgáriát kell meghódítanunk. Olvassál egy új Foliantein. Mi ez a Foliante? Amúgy. Igazából 70% esélyünk van arra, hogy kicsit jobb dolgokat is kapjunk. Kapjál már egy kicsit jobb dolgokat, nem kell nekünk az, mert... Aha. Én még tanul, az öreg még tanul, nem tudom hány éves vagy öreg neki, ő még öreg. Megélt egy pár évet azért, 50 évesem. Még tanul, még szeretne tanulni. A stratégia nagy bajnoka. Nagyon jó harcos, nyugodt. Ilyen
igazából elég nagy harcos. Igazából szeretnék még kicsit körbenézni itt a környéken amúgy, hogy mi újság van. Úgyhogy azért előhívom azt a sereget. Szétnézzünk csak, megnézzük itt a vaddisznókat megnézzük, nem tudom, hogy kik ezek. Jaj, hát ők. Micsoda? Könugaror. Amúgy azt akartam megnézni, most ez így, most bocsánat, csak eszembe jutott, hogy itt őket járlóknak hívják, vagy minek hívják őket, akik itt vannak fent éjszakon. Valahol láttam egyszer valami járt. Ez érdekes, na mindegy. Jaj, közben a seregünk az kifosztotta. Jó, ott nem volt nagyon semmi. Hát itt sincsen pénz, hello. Itt sincsen, hát ez ki van fosztva. Aha. Oda figyelje, hajózik, hova hajózik? Elhajózott, oké. Akkor nincs gond, ha elhajózott, inkább menjünk ide fel. Nem, hát szedjétek le ezt először. Nincs pénz. Hoppá, ő pedig elfoglalta a területet onnan. Hoppá, hello. Igazából akkor kifoszthatunk mindenkit is. Itt most a környéken, nagyon nem szerünk semmit. Hát lehet, hogy megütközünk egy kicsit. Hát azt már... Na, ezt nem lehet kifosztani, akkor megyünk ide. Itt sincsen pénz. Igazából. Nincsenek errefelé gazdag városok, amúgy ez itt a baj. Itt ki van fosztva minden. Hát, még ide lentre tudok jönni talán. Ha elindulok a folyó mentén lefelé. 3 arany, 15 arany, 15 arany. Na jó, hát még itt tudunk valamit kezdeni magunkkal. Elméletileg. Nulla, nulla, nulla. Hát mindenki egy nagy nulla. Megint kaptunk egy pontot. Nagyon jó. Hellóka. Egyetem valakit elcsábítani. Senkit se ajánl nekünk, hát nem hiszem el. A fiunk az amúgy termel itt az unokákat, azzal nincsen baj. Többsége lánygyermek. Nem tudunk fosztani. De szerintem tudunk. Hopp, ott találkozunk egy sereggel szembe. Jó, hogy... Jaj, ha... Ilyen területeket tudunk fosztani, amik... Jó, azt kérem. Most már kérem, nem erre kell. Jó, hát megütközünk azzal a sereggel. Jó nagy sereggel ütközünk meg, azt azért hozzá kell tenni. Na, ilyenekről beszéltem, látjátok? Elfogtuk a fiát szerintem. Így is van. És a fiáért cserébe kapunk egy jó kis pénzt. A pénz az nagyon fontos lesz, mert... ugyebár a sereget nem pénzből fejlesztem, de... Hogyha majd átköltözünk a Kárpát-medencébe, nagy valószínűséggel azért... Hát... nem lesznek barátságosak velünk. És... tudunk felfogadni majd zsorosokat jó kis pénzért, hogy kicsit megküzdjünk velük. Mármint azokkal, akik majd beszeretnének jönni hozzánk. Egész jól kifosztjuk itt a dolgokat. A seregünk azért kezd el kopni. Még ezt itt így kifosztjuk. És 45 aranyjal
meg egy kis pontocskával visszatérünk. Jó, rendben. Rendben van. Az unokák, azok mit tanulnak amúgy? Igazából én egy valakire vagyok nagyon kíváncsi. És ő hol van? Akire én nagyon kíváncsi vagyok. Igazából ő rá vagyok kíváncsi. Mire fókuszál? Álljunk csak meg az idő. Nem tudom, hogy mire fókuszáljon. Diplomatának kéne mennie a csávókámnak szerintem. Így is van. És még nem keresünk nekik feleséget, meg férjet, semmit. Mert majd, hogyha elmentünk vissza a Kárpát-medencébe, vagyis hogyha bevándoroltunk a Kárpát-medencébe, inkább majd akkor kéne ott valamit kezdeni magunkkal. Ez egy kis pénz. Aha. Vigyázzatok a kis lurkójára. Hoppári. Hát de nem szeretné. A király viszont nem szeretné. Na se baj. Jó, a sereg hozott 60 aranyat. És egy kis pontocskát. A prestige. Azaz prestige. Jó, a prestige-be lépítjük a sereget igazából, szóval arra fel kell készülni. Jó, most visszahúzzuk a sereget, illetve azon gondolkozom, hogy mit kellene még itten fejleszteni nekünk, hát hogy szimpla ijászok is jól jönnének. És egy kis prestige-t növelne. Így. Így is van. Az is legyen. 20 faltörőkossal nekivágunk. Faltörőkos katapult. Na, a katapult az azért jó, mert az ostromot hamarabb be lehet fejezni, bár mondjuk többen halnak meg az emberek közül. De azért jó kis sebzéseket is lehet ötten okozni. Azért már a szomszédunknak már kezd nőni a serege. Lassan itt lehet, hogy lépnünk kéne, hogy inkább emit kialakítani magunknak valamiféle területet. Igen. De még itt éppen próbálom itt befűzni a hölgyeményt, de nem szeretni az igazságot. Szeretőt se tudunk becsalogatni magunkhoz. Nincsen senki, aki szerető lenne, akkor én szerintem tartsunk egy fesztivált, azt mondom. Ismerkedjünk meg emberekkel, hát ha. Még egy fesztivál belefér. Azt mondja, hogy hát igen, a feleségünk az, aki tehet arról, hogy ilyen jó kis lakoma készült itt. Az lesz, mindjárt elkezdünk itt foglalni, csak még egy gyors kis vacsorát itt összerítjentettünk. Az ismertségünk az nem nőtt. Na majd a legközelebbi alkalomra érkezünk mi... Ó, hát de viszont kaptunk még egy kis presztízst. Még jobban megszeretett minket. Azért alakul az, na. Meg még mi terhes is van neki, adsz itteni tókat. Hát, hogy az anyádat. Lehet, hogy mi katapultot kellene? Nem katapult, nem kell. Még egy ilyen csomagot szedjünk össze. Így, még egy 400-as csomagot szedjünk össze, és akkor elég jó nagy seregünk lesz. És akkor... Még azt megvárjuk, hogy felnőjön a sereg. Azért van egy kis hiányosság a sereg terén még. Jó, van 100 darab lovas íjászunk, sima íjászunk lesz, 400 faltörőkos, minden, itt minden van.
Minden is játszik, nagyon jó. Rendben. A nagy csöndes uralkodásnak itt lassan vége, és akkor elkezdünk itten háborúzni. Igen, ezekből a házakból jöttünk mi itt létre. Betoppanunk itten a Kárpát-medencébe, és megalapítjuk gyorsan itten Magyarországot. Az Árpád-ház nagy és erős lehessen, remélem összejön a magyar kultúra. Nagyon szépen írják le, hogy magyar, nem? Magyarise. Magyarise kultúra. Nem baj. Igazából amúgy a tanulásra kéne ráfektetni valakit. Mondjuk... nem tudom, az segít-e, hogyha így, mondjuk, már lassan felnőtt, már ne piszkáljuk, hogyha ráfektetünk valakit a tanulásra, mondjuk őket, hogy az segít-e nekünk abban, hogy a magyar kultúra gyorsabban fejlődjön. Üha, na várjál már. Honnan szedte ezt a szépséges képességet? Csoda szépek lesznek itt. Jó. Oké. Rendben. Szerintem a seregünk az kellőképpen jó, lassan egy 3000 fős sereg. Még kicsit várunk, hogy még egy kicsit itten. Én az ijászokat neveltem feljebb, és nem őket. Őket akartam. Na se baj. A véleményem a hölgyel most már nagyon jó, de nem akar ez igazságot. Úgyhogy itt hagyjuk. Itt hagyjuk őt a fenébe. És akkor a jogunkat arra, hogy beléphessünk a Kárpát-medencébe, megköveteljük. Így is van. Kihívjuk a sereget. Bevonjuk a seregeket? Hát nem tudom. Inkább elindítjuk őket ide. Hova? Ide. És kell nekem egy sereg. Most ne, ezt imádom amúgy a játék, hogy ilyenkor kezdenek el zaklatni amúgy. Ezt itt szedjük szét, ezt a sereget. Ennek adunk egy vezelyet, ennek a seregnek az élére. Így is van. Ennek a seregnek az élén egyszer megy ő, és egyszer a király. Hát a király is harcoljon, mert a király szeret harcolni. Így is van. És hogy gyorsabban haladjunk, szinte akartam szedni a sereget igazából két felé. Erről van szó. Elkezdünk foglalni itten dolgokat. Oh, Istenem, veszekednek itten nekem a championjeim. Na, nyugodjatok lefele, mert nekem most már aztán elég volt. Szórakoznak itt nekem ezek. És amúgy jó, mert pont a bizánci seregre, bizánci, a bulgáriai seregre elkezdtek rátámadni. És ez nekünk egy kis plusz, ami jó, ami nagyon jó, és még fosztogatják is őket, ez még jobb. Ó, hát ez így nagyon jó, akkor kezdtetek el támadni. Jön, nem, most meg visszaszedte, hogy a fene vigyel. Na, se baj. Az ostromgépek ott vannak. Ott is foglalunk. Igazából ez a nagy csata, ez két hónap. Remélem fogunk túszokat is, mert az jól jönne. A túszok mindig jól jönnek. Ha ők azt ott elfoglalják, akkor megyünk itt tovább. Úgy is van. Ti pedig foglaljátok el azt. Így is van. Nem megyünk be nagy ostrommal, mert akkor nagyobb a veszteségünk, amit nem szeretnék. Most szükség van minden egyes seregre.
minden egyes seregre szükségünk van. Szedjük itt befelé a pénzeket. Valaki börtönben van szerintem, álljunk csak, állj meg. Hogy ne lennének börtönben? Például ő, aki a börtönben van, őt mondjuk, igen, őt szeretőnek fel tudjuk fogadni, de most nem mindegy az ellenség. Jézusom, ez a nő, hogy néz ki, így nagyon beteg. Aha, de akkor mindenki megharagudna rám, mert egy másik kultúrának a tagja, meg ilyenek. Nem. Azzal nem szórakozunk. Jó, most ez a sereg is ketté válik itt szépen. Mert hát miért ne? Nekünk egyesével el kell foglalni minden területet. Mert hát persze, azt csak úgy lehet. Nem az, hogy lezúztuk itt őket, és akkor huhú, milyen jó. Ungvár, hát barátom. Rossz helyen vagy. Balaton. Majd lehet, hogy veled beszélgetünk. Jó. Igazából szépen lassan igyekszünk foglalni. Itt most kéregetünk pénzeket. Nem, ezt nem szeretném. Jó. Ő illetve, azért a gyermekért több pénzt ad, mint a... Nem is tudom, ki volt a másik, akiért adott pénzt. Hát persze. A feleségemnek a háború kellős közepén kell meghalnia amúgy. Ezt imádom. Az ilyeneket szeretem. Ó, Istenem. Jó, hát szövetségest kell keresnünk. És nekem nagyon fontos az is, hogy az egy nyugodt természet legyen. Szétnézzünk azért, mi újság van. Ide haza. Érdekes választások vannak itten. Itt volt egy hölgyemény. Figyelj csak. Gyere csak. Lesz az új feleségünk. Ja, hogy a feleségünk az mindig ilyen furcsa, szépséges ruhákat vesz fel. Érdekes. Jó, hogyne. És már háborúba akar hívni minket amúgy. Ez normális ez a nő? Szerintem ez nem normális. Éppen háborúba vagyok. Nekem itt ne szórakozzál, mert megörülök. Nem ide akartam menni. Jaj, aha. Hát igen, az a baj, jó. Úgy vettem el a nőt feleségül, hogy nem csatlakozik hozzánk, hanem szerető is uralkodni. Nem biztos, hogy így kellett volna elmenni. Nem tudom, hogy sokat fogod segíteni így ez nekem, vagy nem. Itt például itt nagyon jó esélyeket tudok csatázni. Jó. Nidrige Control. Kevés a Control. Hát ember, nem is vagyunk ott. Éppen foglaljuk az új területeket. Éppen belovagoltunk Kárpát-medencébe. Hát mit akarsz? Ezt a kis seregecskét ott levertük. Na igen, ők meg amúgy foglalják a területünket, de ennek értelme nincsen igazából. Hát megfogom, az hazamegyek. De nem vagyok otthon igazából, most ezt nem értem. Na mindegy, összehívjuk a sereget egybe. Na, ez annyira rosszul van megcsinálva az egész amúgy. Na mindegy. Nem tudok erre semmit, mert... Ez az egy, amit nem értek amúgy az egészben. De meg tudom én ezt oldani hamar. Nem fog nekik ezt tetszeni, az biztos igaz.
Na gyere, öcsém! Ütközzünk meg! Visszafordulsz-e? És ennyi. Hova tűnt a sereg? Hol a sereg? Gyere! Ütközzünk meg. Most már találkozunk, öcsém. Irgumburgum lesz, meg csihipuhi, meg minden. Jó. Köztjük a szépséges pontokat. Ennyi. Ennyit ír a seregük amúgy. 52 dodócskát szépen kapunk. Menje vissza, koma. Ne. Oda, oda, oda. Üssél a sereget. Nekem itt ne szórakozzál. Szórakozik nekem amúgy. Ilyen leverjük itt a seregeit. Na, gyere ide. Itt pont jó lesz, ott ütközünk csak meg. Maradj ott. De most ne szórakozzatok nekem itt. Köszönöm. És látod? Ah, Istenem, ezt úgy utálom, amikor menekülnek. Simán le tudnám győzni őket, de nem. El kell menekülniük, és ilyenkor... Most vagy utolérem őket, vagy nem, de utolértem őket, úgyhogy meg is érdemlik, amit kapnak. Szevasztok. 44. Szeretnék rámenni erre a településre. Így is van. Megint börtönben vannak emberek. Két én most kiengedek jó pénzért. Úgy is van, 42. Jaj, csuklok. 2%-ra állunk. És a feleségünkkel lehet-e valamit? Hogy ne lehetne? Affair! Egy kis affair-t. Utódokra van szükség még. Az Árpád ház még, vagy a dinasztia még nem nagy. Úgyhogy utódok kellenek. Igazából ezt a sereget kéne itt legyűrni. Kis utána. Kapjuk csak el. Mert most már kezdem unni ezt a sereget. Nagyon. Megvárnak minket. Ezt már szeretem. Irgum burgum csihi puhi. Bum bum. El kéne kapni a királyukat amúgy. Na, meg lesz az. Most szerintem amúgy jó lesz, jó lesz. 82%. Aj. Még nem igazán jó. Ezt itt még befoglaljuk, meg azt befoglaljuk, és szerintem megleszünk. És megérkezünk akkor a Kárpát-medencébe, és megalapítjuk Magyarországot. Csodás Magyarországot megalapítjuk. És onnantól kezdődnek majd az izgalmak. Na ezt viszont, ezt már gyors ütemben fogjuk most itt lezavarni. És ilyenkor nagyon-nagyon-nagyon fogy a sereg, ez ilyenkor nagyon megzabálja a sereget amúgy. Állítsuk meg az Árpád házat, azt olvastad? Nem csalódtam benne, csúcs. Erre nem tudok más mondani. Na, 4000 fős seregem az úgy szépen leesett. Hogy az a... 86%. És egy 470 fős sereg. Igen. Jó, tehát a pénzeket még kapjuk. Na várjál, vannak itten hölgyek. Hölgyek itten szeretőknek. Ez a hölgy még mindig az a hölgy, akire gondolok? Ha, mert őt nem szeretném semmiképpen se. És ha őt választom... Jaj, hát ő se jó igazából. Na várjál, mert itt vannak bajok itt. Egyik hölgyemény se lenne olyan jó. Az általános vélemény az nagyon nem jó. Egyet se, Schultz! Az a baj, hogy egyet se. Ez itt a baj. Ez itt a baj, hogy egyet se. Ő jött egy sereg. Az remélem nem engem akar az a sereg. Á, nem hiszem. Most vissza akarják foglalni amúgy a területet? Mindjárt arra kéne nekik, hogy volt. Á, esélyük sincsen, hogy visszafoglalják, úgyhogy jók vagyunk.
Főleg így, hogy mi most ide rámegyünk, megtámadjuk is, szevasztavasz. Már itt alapból már megtámadtunk egyet, na mindegy. Hello, nem menekül, nem menekül. Miért akarnak menekülni amúgy? Na most ütközünk meg, bum bum. Ennyi. Itt a vége a háborúnak, ennyi. Most kapja a sereg, szevasztok. Ennyi, kész, megvagyunk. Jó. Meghódítottuk a Kárpát-medencét. Így is van. Boom. Magyarországot megalapítottuk. Magyarország a miénk. Van itt egy... Mi az Isten az? Bulgáriának még van egy kis területe itt. Jó, hát Bulgáriát le kell gyűrni. Kincstárnakomat visszahozom. Nagyon sok területen van. Ja igen, kezdődnek itt a... kezdődnek itt a játszadozások, hogy nagyon sok területen van, amivel nem tudok mit kezdeni majd. Az általános vélemény az romlik, de viszont kap egy kis bónuszt. Hát itt a hölgyeményt, azt szerintem. A Istenem, hogy az általános vélemény a kölykök felé romlik. Te ki vagy? A bá... Jaj, ez az a... ez éjház. Itt érdekel, szerető, kész. Na, Schultz! Az első megvan. Az első szerető megvan. Ott van egy kis területünk. Nekem ez a terület kéne, itten Komán, meg ez. Figyelj csak! Mi háborúzni fogunk. Mit szólsz hozzá? Ezeket a területeket én kérem. Várunk, mert bajok vannak itten. Kevés a kontroll. Elhagyják a területet. Ha a vazallus meghal. Na most várjál már. Jaj, aha. Figyelj már, azt én nem tudok neked ajánlani egy fiammal, hogy gyere össze. Mondjuk már, mint te így. Figyelj már. Na, halló? Halló, legyél már boldog. Ajjajajajaj, az asszony. Igen. Az asszony itten akar valamit. Né. Hé? Ez hogy jött össze? Na, ezt még egyszer kezdjük előről. Hogy az a... Az előbb már olyan szépen sikerült itt valamit. Ibolya... Hogy az a... Jó, meghívtak minket egy vacsorára. Nem azzal van a baj, hanem neki el kéne venni a dolgait. Meg... Hogy az a... Neki is vannak itten bajok. Jó, a területeket azokat el kell foglalni. A vazallusom... Azt szeretne tanácsba lenni, hát ezt... Azt megszívtad. Igen. Visegrád, igen. Bács, igen. Temes, jó. Háborúba még most nem megyek. Vannak itten a... Börtönben még emberek. Jó, na. Na, itten az a lényeg, hogy most nagyon nagy gondok vannak.
Itt vele valamit kezdeni kéne. Az a baj, hogy elveszítem ezeket a területeket, ha ő meghal. Mert az örököse ő. Hogy az a fene vigyen el téged, amúgy most már komolyan mondom. Na, hogy kell itten? Hogy volt itt az előbb, hogy amúgy hozzáadtalak majdnem valakihez? De nem jó. De ő hozzá meg hozzá menne, most ez hogy jön össze? Ja, bocsánat, hogy ő fiú. Van akkor? Jó, van akkor, öcsém. Jaj, persze, úgy már nem jönnél, mi? Aj, Istenem. Jó, majd valamit kezdünk ezekkel a területekkel, meg itt is ezzel a területtel. Igen, oda meghívtak minket. Nem ajándékot szeretnék adni neki, hanem beszélgetni szeretnék vele, hogy kicsit baráti viszonyban legyünk. Jó, hát meséljen tovább a dolgairól. És a címeimet el kell ajándékozni. Nos, hol van a fiam? A fiam kap bizonyos területeket. Domináns vazallus lesz. Ugye nem rontottam el? Nem jó. Hol van? Nagyon jó. És a fiammal... szövetséget kötni ki. És még ráadásképpen még úgy is lehetne. Pont a fiammal beszélgetek amúgy? Nem. Hunyad Ambrussal beszélgetünk. Jó. Na, egy pár területet már kiadtam. No, kinek lehetne még adni a területekből? Csíha. Téged kiköved? Linutika. Linutika. Linutika követ téged. Hát Linutikának is adhatnánk pár területet. És a bácsi, aki nem bácsi, és a vazallusom legyen. Az unokám is a vazallusom lesz. Figyelj már, koma. Nem értelek téged. Ó, Istenem. Nem szeretném, hogy... Jó. Adhatunk nekik szerződéseket. Na, ebben a szerződéses dolgokban ebben nem vagyok jó. Ebben nagyon nem jó. Szevasz, Koki! Hello, hello, hello! Éppen tanulok. Nem vagyok jó. Nem vagyok itt jó a dolgokban. Megpróbáljuk így. Garantáljon minket. Hát nem. Igen, amúgy csúsztak meg. Csúsztak meg, te vagy a főnök, látod? Nem, ezzel a vazallusnak teszek rosszat amúgy. Jó. Hát majd belejövünk, mint az oxigénbe mi. Abba se jöttem bele nagyon. Voltak ott is gondok. Jó.
Az a baj, vele kéne kezdeni valamit sürgősen, mert bűnnisz. Hogyne. Egy bűnnisz. Még egy bűnnisz. A fiammal és az unokámmal is szövetséget kötöttünk. Az fontos. Az nagyon fontos. Jó, hát ezek a címek, ezek most igazából Aradra lenne lehetőségünk. A vazallusom szeretne belépni a tanácsba. Aki nem más, mint Árpád. Árpád fiam. Ez a baj, azzal nem tudok mit kezdeni. Jó, na ezek megvannak. Itt mi újság van? Hogyne. Mindenképpen. Nagyon rosszban vagyunk a szeretőinkkel amúgy. Ez gond. Ez kicsit mintha gondot jelentene szerintem, nem? Abból úgy nem nagyon lesz semmi. Figyelj már, az arra neked kis pénzt lefizetlek. De 0% esély van arra, hogy mi bármit is kezdjünk. De jelen állás szerint egyenlőre még beszélgetek itten a vazallusommal, úgyhogy ha nem bánod, akkor még mostan hanyagolnálak. Jézus, itt lesz baj. Na de, én azt szeretném, hogy kivel vagyok a legrosszabban, a kincstárnokom. A kincstárnokomnak az a baj, hogy férfi dominancia van, úgyhogy teljesen mindegy igazából itt a dolog. Lehet amúgy szövetségest keresni, nem? Jó, akkor szövetséges nélkül keressünk olyat, aki... Te hány éves vagy? 34 éves vagy. Csillag. Kicsoda az a csillag? Csillag. Na mindegy, koma. Te kapsz egy feleséget. Egyszer. Másodszor pedig... Adja. Ott adja. Másodszor pedig itt lent délen 1, 2, 3, ez 4, hogy kap, élvezd a dolgokat. Balázs, hello, hello, üdvít, üdvít. Hogy élvezd a dolgokat, komám. Azt a betyárját, hogy átalakult a csávó? Oda figyeljél! Tiszta seppely az arca. Na várjál, azt a feleséged meg lett? Hogy ne lett volna meg. Hajnal. Hát még jó, hogy Csillát beajánlottam neked. Na mindegy. Na mindegy, koma. Nem baj. Virág. Ki ez a virág? Nem tudjuk. De legyen felesége mindenkinek. Edit. Mindenkinek egy feleséget. Azt mondja, hogy ez most igen, a kémünk ez kicsoda? A sógornőm. Te családhoz tartozol? Na mindig. Ezt most nem foglalkoztat minket ez a téma. Jó, nekem ez a terület kell, nekem ez itt a problémám. Ez így. Most azonnal kell nekem. Aj! Igen. Elveszítek egy rumstúfot. Ja, mert mindig 180, még mindig 180 kell. A Istenem, mindig elfelejtem, hogy 180-nak kell a prestízsből. Jó, hát ezt kiharcoljuk, azt a 180-as prestízst. Ezeket a területeket így be fogom foglalni, mert muszáj, mert muszáj. Jó. Hello.
több embert is tudunk adni, mint amennyire szüksége lenne. Ott a presztízsünk, oda figyelj! Háborúra fel, mi? Figyelj, koma. Ó, hát az teljesen jó. Az teljesen jó. De miért? De miért? Nem értem, hogy mi újság van. Azt mondja, hogy Boris Krieg elkerült. Most itt nem támadhatom meg amúgy. Most ez amúgy vicc. Ungvár. Segítő kéz. Te ki vagy? Egy vazallus? És ő is egy rasszmarsal. Egy rasszmarsal meg vazallus. Egyben. Jó. Hát ezt most meghagyjuk a vazallusomnak. Mivel úgyis jobban kell lenni. Területeket csak úgy, az úgy nem jó, hogy csak szimplán egy kis területet tudunk elfoglalni, minden nagyobb területeket kell elfoglalnunk. Pontokat azokat még mindig osztogatjuk arra a fár, mert azt szeretném. Szeretne a tanácsban lenni. Barátom, azt nem mondtad, hogy... Miért nem tudott lenni amúgy? Érdekes, érdekes. A fiam és hercegem, Árpád. Igen. Hajnalkával szeretne Affért. Hogy az a... Ez rosszul hangzik, de... Hát a kincstárnakon még jó, hogy vazallusom volt. A fiam feleségét? Nehogy már. Jól van összerakva amúgy. Az a csáó. Szerintem nem. Érted, a fiam feleségét azt így elcsábíthatnám akkor már. Hogyha már a vazallusom nem teheti meg, akkor majd én mi? Bolondok. Itt senki sem normális amúgy. Jézusom. Én értem, hogy családba, a tanácsba szeretné csatlakozni, unokám, de nem tudok vele mit kezdeni, sajnálom. Jelen pillanatban még amit tudok tenni, szerintem... Balatont elfoglalni. De az sem megy. Ide keresünk valami jogot arra, hogy elfoglalhassuk. Na, de viszont... A feleségünk terhes. Ez már is egy jobb dolog. Na, a fiam 10 aranyat fizet, az egyet a bezárta a feleségét, már akkor ki is hozz onnan. Hát legyen. Hát fiam, ez a te dolgod. Nem az enyém. Valakik éppen elfoglalják itt a dolgokat. Mint a Viking című sorozatot néznéd? Én nem azt mondanám. Én tudod, mit látok ebben? A trónok harca. Mint a trónok harcát látnám amúgy. Itt mindenki mindenkivel kavar, itt mindenki mindenkivel... na mindegy. Ezt a jogot szeretné elvenni. Ó, Istenem. Jó, most ezt odaadom neked. Bonyolult? Hát nem kifejezés, hogy bonyolult. Szeretne a tanácsba tartozni újra a vazallusom. Az a baj, hogy te még mindig jobb kincstárnok vagy.
tudom. Jól van, megkapod a jogot. Na most itt van egy hölgyemény. Egy 16 éves hölgyemény, aki ikrek. Ikrek? Azt hol van az ikerpárod? Megvan. És őt szimplán csak úgy hopp egy szeretőnek felfogadhatjuk. És itt van az ikertestvére is. Azt hittem, hogy az ikertestvérét is lehet itten. Adjál már nekem békét. Jó, van itt, vannak itt a szeretők amúgy most már. Van egy 28 éves és egy 16 éves szeretünk, 58 éves létünkre. Azért figyelj, az öreg lazán tolja, és már a fiunknak is van egy Dorottya nevű szeretője. Azért na, nem szórakozik itt senki se. Na most fiam amúgy, a feleségem még mindig terhes. De még nem történt meg semmi. Itt most amúgy kifoglal és mit foglal? Hoppá, csak ki kellett mondani. És született egy Mária. Egy Mária nevű lány gyermekünk született. Jó. És volt valahol egy nagyon jó tanító. Hello. Hol volt az a jó tanító? A gyermeket azt adjuk is egyből egy tanítóhoz. Hol volt az a nagyon jó tanító? Mondjuk egy hármas tanító. Azért nem egy pasihoz adnám. Figyelj, a szeretőmnek jó a tanítása. Jó. Nagyon jó. Itt még mindig nem értem amúgy, hogy mi újság van háború téren, ami miatt én szerintem most békeidőszak van. Aha. Igen. Amúgy olvasni kéne amúgy. Békeidőszak van most a királlyal. Jó, rendben van. Ungvár. Ungvárat nem tudjuk még mindig elfoglalni, mi? Pedig amúgy szeretnénk elfoglalni. Jó, rendben van. Igazából én nekem most van egy ötletem. Ja, még mindig a vazalusommal beszélgetek, mi? Ó, hát vele már... Igazából már barátkozunk. Én a bizánci... Mi az anyádat? Az ajándékot kül... Anyád! Még 206 izét ajándékot, hát normális vagy ember. 42 éves vagy, na figyelj! Én barátkozni szeretnék veled, mert te itten délen nagyon fogsz jönni. Sereged az nagyon van. Mi barátkozzunk már össze. Bulgáriát ketten majd lenyomjuk. Ne foglalkozz vele. Moldova. Balaton. Itt a Balaton is. Azt is el kéne szedni amúgy ezt a területet. Itt a fia. Hát már nem jól. Jó, na most amúgy, most kell azt tennünk, hogy ide megyünk, a fiunk az jól van. A fiunk fia az vazallus. Már nem tudunk itten semmit tenni annak az ügynek az érdekében, hogy itten bárkinek valamiféle. De a lányunkat hozzáadhatjuk valakihez, aki olyan, hogy szövetséges szeretne lenni, de viszont a lányunk az itt is marad. Igazából amúgy közelebb szeretnék valakit. Lengyel. Oda figyelj, lengyel. Hát... Nem biztos, hogy a lengyelt szeretném. Másik lengyel. Az még rosszabb. Aha, északiak. Északi vér, egy kis viking vér. Figyelj már, amúgy mi ez a medve? Azt hittem, hogy medveház. Amúgy nézett ki.
De medve, ó, medve. Elhitted, hogy megnyertél mi? Egy medvével. Hát... bulgár. Mondjuk egy belső háború Bulgáriában? Hát nem tudom. Nem biztos, hogy az összejönne. Persze, hogy ez a legjobb amúgy. Igen, igen, igen. Hát hogy ne? Háborúzon a feleségünk, az közben még terhes is. Na hát igen. Ő hol van? Hát ő nagyon-nagyon éjszakon van. Éjszakon is éjszakon, ő keleten van. Mi? Keleten van, igen. Nem, nem, nem. Ő nem jó. Igazából a létszámot is nézem, mert hát az is fontos amúgy, hogy... Hülye vagy. Te ki vagy? Ője vagy, hát mi van veled? És te kinek a kije vagy? Neki a fia. Aha. Na figyelj már, hello! Figyelj már, hát legyünk már sövetségesek, hello. Hello. Hát szevasz! Szevasz koma. Hogy vagy? Minden rendben van, öcsém. A feleségünk már nem. Most elkezdtem barátkozni a bizánci úriemberrel. A hölgyem énnyel még nem állunk jó hadilában. Hát ő sem szeretne velünk semmit is csinálni. 17 évesen még ne bántjuk. Miért akarsz te felmondani amúgy, koma? Oh. Haló. Jössz, hogy nem elég a fizu, oda figyelje, szevasz! Fizu, már kapott is! Nincsen bűnnisz, nem akarunk bűnnisz, de... Figyelj, akkor keresünk neked valami szépséges feleséget. Oda figyeljél? Sofi. Azaz. Ő? És nem szeret minket? Mi az, hogy nem szeretsz minket? Ha hogy ne szeretnél minket? Hát, aj, komám. Ambrus. Igazából valamit ír Ambrus. És elvehetjük Ambrustól. Nem. Nem. 55% esélyünk van arra, hogy... megtudjuk később, amikor viszonyunk a szobába, hogy mit szeretne Ambrus. Hoppá, hát ez nem jött össze, mert ott maradt. Figyelj, én jó vagyok hozzád, figyelj, adok egy kis ajándékot. Bocs, bementem a szobádba, kapsz egy kis manit. Figyelj, az asszony amúgy itt van lent, Bizáncban, még mindig itten szórakozik nekem Bizáncban. Mutatom, én itt vagyok fent. Ő itt van lent, én itt vagyok fent. Azt mondja, terhes. Azt még higgyek is neki, mi? Értem én, hát persze. Na mi van, még mindig békeidő van, öcsém? Meddig van békeidő, azt hol a fenébe látom? Meddig van még békeidő? Na mondjad, turné probléma. Jaj, igen. Figyelj, inni is lehet. Na, azt nem szeretnénk. De ő lehet a barátunk.
Annyi. Barátunk lesz. Ő a barátunk lesz. Ungvár. Na figyelj már, hogy de őt fel lehet venni. Izének is. Aha. És akkor enyém lenne ugyanúgy a terület? Igazából? Várjál csak itt, most nem értem a dolgokat. A seregem amúgy miért nem nő vissza? És hát itt ez a... Hop-hop-hop-hop-hop-hop-hop. A bizánci király már kedvel. Már kedvel a bizánci király. Nagyon jó. Figyelj, az már egy jel, ha már a bizánci király kedvel minket. Az már egy jó jel. 13 lovagom lehet. Azt a betyárját. Hát vannak azért köztük olyanok, akikre azt mondanám, hogy mondjuk ezek itt nem kéne lovagnak lenni, de mindegy. Kevés a izi, a lovag. Majd most presztízsért hívek izét. Ó, Isten. És pont az az egy hiányzott? Akkor inkább őt kinevezem lovagnak, ember. Fiam született. Hogy hívják a fiúkat? Máté Ámosfi Árpád. De amúgy miért teszi hozzá ezt az Ámosfit amúgy mindenkihez? Azt nem értem amúgy. Legyen a neve. Figyelj. Apád után megkapod a neved. Megint egy buliba megyünk. Pillanat. Jó. Csak meg akarom nézni, milyen háborús lehetőségek vannak. Az a terület az enyém lehet. Az nem érdekel. Bulgária az enyém lehet. Hát de ezt akartam eddig. Nem is értelek titeket amúgy. De ezt eddig is ezt akartam amúgy. 900 fő. Meg egy izé. Hát azért nekem szövetségesek vannak, hello. Na, hát ez a háború, ez kell nekem. Így is van. Hello. És akkor? Te persze, hogy nem tud jönni a csatába. Ő jön a csatába. És még van itt egy háború, az nem érdekel az a háború minket. Jó. Oké. Okay. Jaj, na hol tartunk? Csatába megyünk. Na, azt mondja, hogy állunk. Egy 1000 fős sereg ellen vagyunk 5000-en. Figyelj, én nem fog szarakodni. Szevasz. Megyek egyből a váradra. Nekem te ne, öcsém. Nekem te ne. Ő meg amúgy háborúban áll. Szerintem azért nem tudom hívni. Jó, ezt a háborút meg nem szeretném, köszönöm. Ezt a két töltet elfoglalnám, meg egész szép pofásan néz neki Magyarország. Jó. A vazallusom és a bajnokom és a barátom lesz. És... Jók vagyunk, hát nagyon jók vagyunk. Jó. Most igazából megütközünk itt a területekért. Hopp! Már el is kaptuk a seregét. Hát mi van veled, ember? És hol jön a koma? Itt jön a szövetségesünk. Ő lerendezi a többi dolgot amúgy, azzal nem kell foglalkozni. Boom! Egy csatát már meg is nyertünk. Ez a terület, ez nekem nagyon kell. Ez nagyon kell. Utána rámegyünk Ungvárra is. Minden zokszó nélkül. Nem szórakozunk. És utána én a fővárost újra fogok kijelölni szerintem, mert most mi a fővárosunk? Heves. Nagyon szépen van leírva Heves. Heves. Nem így írnám. Torda. Beszterce. Arad. Azért Arad.
Az aradi vértanúk. Igen. Zarand. Igen. Na, hát én megérkeztem itt a várcskájára. A szövetségesem. És mi műm? Azt tudom, mi műm. Mindegy, ő. Mindegy, ő. De miért akarsz felmondani mindenáron? Vagy most... Esze! Pénzkő? De a kümmen? Azt nem felmondani? Ja nem! A pénzkő, pénzkő neki! Jó van. A kündigen a felmondani, de hülye vagyok amúgy, ez nem az volt. Összekeverem itt a szlavakat amúgy. Hát figyelj, öcsém! 21 napod van hátra, én elfoglalom a váradat. És úgy látom, itt valaki más is nagyon szeretne téged. Pff, hát ez fájni fog neked, öcsém. Hú, hát a bulgáriai területek azok a miénk lesznek. És itt a kis csajjal kéne valamit kezdeni. Még mindig. A championöm. Hát a championöm az nem adja neki. Az nem tetszik neki. Álmos fiam, álmos fiam. Na. Álmos fiam se tetszik neki. Ja, de hülye vagyok amúgy. Aj, de hülye vagy. Hülye vagy gyerek. Hát hülye vagy gyerek, hát ez fiú. Fiúnak fiú. Aj, de hülye vagy. Aj, most mi van? Igen. Szeretőm se kell neki. Jó. Hát igazából ezt is befoglaltuk itt. Ott a serege. Ki kell ütni a seregét amúgy. Annyi. Már is fordult a serege, ennyi. Arra fordultam és azt mondta a serege, hogy nope, ide nem meg. Jó. Hát, már csak egy 300 fős serege van, szóval... Szóval nincs probléma. Jó, rendben van. Ez tetszik nekem. A szövetségesem azok szépen ott intézi a dolgokat. Jó, az a baj, lesz két területem, három, négy területem, hogy megint ki kell osztani valakinek. Az Atya Úristennek osztom ki. Lehet, hogy álmos fiamnak fogom kiosztani itt a dolgokat. Te még itt tökölsz itt Bulgáriában amúgy. Te is csatázgatsz ilyen kis izé tartományt, az közben amúgy itt van Magyarország, Magyar Királyság. Nem, hogy ide jönnél amúgy. Ó, Istenem. 100 arany, hát így kell pénzt keresni, gyerekek. Úristen. Jó, én Aradot fejleszteni szeretném. Jó, hát igen, presztízs jártana. Jó, most már csak presztízs gondok vannak. Arad lesz a főváros, és Aradot kicsit felfejlesztjük. Hát igazából foglaljátok. A szövetségesem azokat a területeket befoglalja, amik az enyémek lesznek. Szabolcs, Szatmár és Marmaros. Hát Marmaros, igen. Az enyém lesz. Rendben van. Ti mit csináltok itt amúgy? Most hirtelen nektek egy kis sereg? Nem, jó. Jó, azt is elfoglaltuk? Még nem. Hát lassacskán haladunk, jó. Ki vezeti a csapatokat? Ambrus. Ambrus Hunyadból. Király. Igazából ide is indíthatnánk egy háborút. És ez is a miénk lenne. Hát azt nem szeretném jelen pillanatban. Azt azért nem szeretném, mert itt most hegyek vannak. Itt most véd minket a Kárpát-medence. Ez a terület ez nem kell nekem. Főleg nem, most ővel se akarok itten vieskodni. Utána meg ő is jönne itt nekem, jelen pillanatban nem. Nem, az nem kell. A nem kő. Most ki ütközik? Kivel amúgy? Szerintem a csávónak már nincs is serege. Hát persze, hogy nincs is serege, most
Most lett el a szálló serege. Most hol kell még támadnom? Ide. Jó, hát ők intézik ott fent. 45%-nál tartunk. Hello barack, hello, hello, hello. Szép napot neked is. A presztízsem az lemegy sajnos nagyon. Nem baj. Most a feleségem már nem terhes. A szeretőm az nem szeret. A bizánci úriember az még mindig kedvel minket. Oda figyeljél, hello! Jó, nem beszélgetünk nekem, most más dolgokat kell intéznem. Már beszélgetni kéne a szeretőmmel. Szevasz, szevasz, tavasz, hello, szia! Figyelj már, mi nem tudnánk szövetséget kötni amúgy. Nagyon nem mi. Jaj, az anyádat. Neked van egy fiad? Álljon meg az idő. Figyelj, elkezdtem beszélgetni a szeretőmmel. Azt izé. Már is itten dolgok vannak. Hát ez nem jött össze. Meg vagyok, köszönöm. Meg vagyok. Még meg vagyok. Ja, nem, ez a másik szerető. Itt már... Ja, Istenem! Koki, hogy mondta ezt? Bonyolult? Hát ez most már tényleg bonyolult. Én már nem tudom, hogy kivel hogy állok. Ajajajajajajajaj. Na igen. Ez a játék, ez nagyon részletes. Igen, Schulz, amúgy hallod? Ez a táltos, mint vallás, ez nagyon jó. Három szerető, meg feleség, gyerekek azok mind izé... Hogy mondják ezt hivatalosan, hogy milyenek a gyerekek, nem... Mint a trónok harcában, hogy nem ez a havas John, hanem a teljes jogú gyermeked, vagy hogy mondják? Aj, nem teszem be az a szó, basszus. Na mindegy, de ez... Fú, gyerekek. Na ezért szeretem ezt a játékot amúgy. Na mi van? Kit kell kiszabadítani? Ó, barack. Őszinte részvétem, barack. Hát nem éppen jó dolog, igen, igen, igen. Sajnos ezt én is megéltem, barack. Azt hiszem, 4 éve. Igen, 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 4 éve. Engem is váratlanul élt a dolog. Nem egy kellemes dolog ez. Nem szeretni ezt az ember átélni. Na figyelj, most én amúgy még ide is támadhatnék, de igazából én ezt így szerettem volna, de ezt nem tudom így megtenni jelen pillanatban. Hát igen, az a baj amúgy, hogy az ember sose várja ezt. És hát inkább mondjuk azt, hogy sose szeretné átélni ezt. Nem is olyan jó ez. Na... Hogy állunk amúgy? A seregünk az úgy azt mondta, hogy hát nincs kedvem ma semmit csinálni. De még azért kéne, nem ártana. Hát az utolsó csepp seregét is legyűrték amúgy az úriembernek, nincsen serege. Hát az nem jó, baracka, az nem jó. Hát figyelj. Nekem édesapám kiment a kert végébe. Megfőzött. Azt mondta, hogy vág egy kis fát, a szomszéddal beszélt, a szomszéd elfordult, visszafordult, és ennyi volt. Szóval ezek ilyen hirtelen jönnek sajnos. Na, hogy állunk? Prestízsem az megy lefele, srácok, igyekezzetek már itt a csatározással, hogy nem tudsz csatározni. Menj már oda akkor. Érted? Schulz! És ezt még lehet bonyolítani. A szeretőm, aki végre legalább terhes volt, meghalt. Érted? Fú, öcsém! És egyből azt mondja az öreg, hogy Hát ezt már nagyilag én se bírom. Még jó, hogy van pénzünk amúgy. Hát barack, igen. Ez az sajnos. Hozzá tudom adni a fiamhoz, mindjárt téged adlak hozzá valakihez. Hoppá, hát te ki vagy? Hello!
Aha, a közvélemény haragudna ránk, hogyha ő szeretünk lenne. Várjál már, és itt ez ki? Ez a banya. Hú. Ez a banya. Kell ő nekem? Nem kell ő nekem. Nagyon harcias. Nem szeretném. Nem szeretném. Nem szeretném. Nem kell ő nekünk. Na most! Gyerekek, most az utolsó cseppet is ki baszírozzuk itten. Koncentráljunk. Jó, koncentrál a csatában. 67%. Hát mi van már? Ezt nem szeretem ebben a játékban amúgy egy kicsit, hogy annyira el lehet húzni itt a csatározást amúgy. Szana széjjel szedik amúgy őket, és nem, hát még egy kicsit csatározgassunk. Itt ottam ott. Igazából már semmi értelme nincs. Nem, ezt a szeretőt, ezt nem szeretném. Köszi szépen, Helusiasaurus. Jó. A vazallusomtól meg lehet, hogy elfoglalják a területeket? Annak mondjuk viszont tudnék örülni, mert ez a terület ez veszélybe van, és az is. De viszont az utálatos szerető, aki utál, terhes. Ez az. Hát bonyolítsuk még a dolgokat. Na, hát Istenem, komolyan. Jézusom, mi megy itt amúgy? Valaki szóljon már, hogy mi történik, mert nem tudom. Istenem. Foglaljatok már el minden. 84% srácok, mindjárt meg vagyunk. Ah, Ungárn. Prestige, hoppá, a prestízsünk az visszajött egy kicsit. Mit akartam? Aradon akartam fejleszteni. Állj meg idő, nehogy elveszítsük ezt a prestízst. Azt mondja, hogy ha ezt fejlesztjük, akkor 0,4%-kal jobb lesz. Aha, de viszont akkor a tolvajlás terén is ugye vár, hogy nagyobb zsákmányt tudnak innen szedni. 0,2%-kal nő a kontroll. Várjál már, baj van. Én már tudom, hogy mi a bajom. Heves az én területem. Az az én területem. Az az én területem. És ez. Hoppá! Na majd mindjárt megkapjuk itt izét. Mi ez? Zarándot. És akkor lehet, hogy Zaránd lesz az a település, amit mi szeretnénk fővárosnak. Vagy még itt Szabolcs, Szatmár, már a Maros sziget. Hát az nem. Visegrád. Tolna. Kalocsa. Pest. Haló. Megalapítjuk Pestet. Boom. Shakalaka. Boom. Na. Hol tartottunk? Na igen, mi csatázunk. Mi történt? Háborút tudok itten. Nem, azt a háborút azt nem szeretném. Köszönöm. És ezt a háborút is szeretném. Bár mondjuk egy ilyen területet amúgy... Vazalusom már tudnám tenni, hogyha legyőzöm. Hát, az nem. De viszont... A kis csávót azt mindenképpen jó lenne, bár... Utána... Az úriember örökölne tőle, bár ő már nem fog örökölni semmit, az biztos. Ő már ott ugyan semmit nem örököl. Na, ha ezt elfoglalom, utána elméletileg már közel kéne tartanom ahhoz, hogy meglegyen az terület. Megvan. Ennyi. Szevasz, tavasz. Sereg mehet a levesbe. Jó. Ez a miénk ez a terület. És most őt támadják. Foglalják, jó. Hát azért már figyelj. Magyarország már alakul. Még itt ezt a Balatont kéne elszedni.
Ezt a Balatont kéne itt amúgy elszedni. Mondjad, Gyula! Hát Gyula, mi van veled? Hát szevasz, fiam. Gyula. Hát Gyula megérkezett. Azt mondja, hogy jó. Ezt a területet én tudom klémelni. Bihar. Bihar az enyém. Jó. Jó, rendben van. Bihar a miénk. Veled kezdjünk már valamit amúgy. Nem tudunk valamit kezdeni amúgy, ez a baj. Aj, ezt nem. Nem tudom, én szeretném-e. Az a baj, hogy itt nagyon nagy területek vannak. 1400 fűserege van. Az a baj, drágám, hogy én téged azért nem foglak itten szeretünk mit tenni, mert az nem lenne jó nekem. Ez nem érdekel. Visegrádot a fiam örökli. Mondjuk a fiaim örökölnek mindent igazából. Áj, nem tudom, hol tegyem ezt a területet itt magamnak. Megszerezhetném, de nem akarom megszerezni. Nem, és azért nem szerzem meg, mert hát, ha össze tudok szedni 1000 presztist, és ha 1000 presztis összejön, akkor háborút kezdeményezhetek vele. A fiam, Árpád, a mentorom szeretne lenni. Jó. És ilyen háborút csak egyszer tudok végrehajtani az életben. Most ez az életben... Várjál már. Mint király. Akkor én, mint Álmos, egyszer ezt végrehajthatom, és ha esetleg meghal Álmos, akkor a fia úgy szintén végrehajthatja. Aha. Jó. Egész pofásan hangzik. Háborúban... Nem érdekelnek ezek a háborús témák. Köszönöm. A sereg. Hát a seregem az nagyon rosszul áll. Szeretni... Hát nagyjából szeret mindenki. Most már aztán tutira. A köznép az nagyon rosszul áll velem. Jajajajajajaj. Vannak itt bajok. Vannak itten bajok. Mária Árpád. Igen. Azt mondja, hogy... Hajnalka. Hajnalka már megint itten dolgokat művel. Pillantásom. Ezt most jól látom. Hajnalka szeretne velem valamit? Hello! Szia Hajnalka, hogy vagyunk? Még egy kicsikét maradjunk Hajnalkával? És ebből vagy az következik, hogy afférunk lesz Hajnalkával, vagy megharagszik ránk Hajnalka. Hát... hogy lehet még keverni jobban a szálakat, hogy a vazallusom? Opa! Hát Hajnalka megharagudott ránk. Hát ez már csak ilyen. Nem lehet minden tökéletes. Na nézzük csak, hogy állunk amúgy. Van egy húkom ide. És miért van ide egy húkom? ...890-ig. Tudom tartani. Ezt a húkot. Jó. A tátos izmus az...
rendületlenül halad előre. Jó. Igazából itt most nem tudom még mindig, hogy mi történik amúgy. Jó. Ja, hogy itt, aha. Pont nem jó. Az sem jó. Beszélgetek most valakivel? Hát nem jött össze neki a gyerek. Nem baj. Várjál már, veled mi újság van? Albinó gyerekek fognak itten születni. Hát le fogunk bukni, hát minden gyerek, amelyik fehér, az tőle van. Várjál már. Na várjál már, hát nekem már van ott egy gyerek, nem? Onnan? Vagy mi csak most lesz? Vagy mi van? Hát albinó gyerekek lesznek. Hello! Hajnalka, mit akar hajnalban? Hát már ő semmit. Ő már semmit, azt mondta, hogy nem. Igazából egész pofáson állunk itt a dolgokkal. Mi történtek? Ambrus. Igen. Igen. Hát inkább erre van szükségem. Kicsit beszélgetünk. Amúgy Ambrus, Ambrus ő kicsoda nekem? Vagy ő micsoda itten? Ambrus. Ja, hogy ő ilyen tanácsnok amúgy. Diplomata. Ő diplomatám. Az a betyárja. A vazallusom meghívi lakomára. Az egy veszélyes dolog. Hát mondjuk legalább lenyugtat egy kicsit. Te figyelj már, ti nagyon hasonlítok egymásra. Jó van, én értem én a dolgokat. Most már ér jobban. Van baj. A fiunk Árpád meghalt. Hát Árpád nem élte meg azt, hogy ő nagy vezér lehessen. Hát Árpád vezér nem létezik. Ebben a korban itt. Hát akkor az unokánk, a csodálatos magyar névvel rendelkező Linütika lesz az, aki minket követni fog a trónon. Anyám. Hát itt keverik a szart össze-vissza. Na bocsánat. Aja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 j
most menj már innen. Hát háborút kezdeményezhetnék ide is, de nem szeretnék. Ezt a címet megörökli az unokám. Az jó, az maradhat. És ezt is. Az unokámtól az unokám örökli. Teljesen jók vagyunk. Nos! A lányomnak kell valaki, aki oktatja. Hát majd. Hát. Hát inkább legyen az, hogy akkor
Oktasson téged ő. Jobb ötletem nincsen, szerintem. Jó. Hát a betyárját Árpád fiunk meghalt. Hol van bátyja? Van baj. Igazából lenyugodtunk. És egy kicsit megkedvelt minket a srác. Jó, és ez a vazalus örököl tőle, vagy ő örököl tőle. Úristen, ezek egymás ellen örökölnek. Ugyanaz a turné próba, értem. Jó. Inkognító. Igen, jaj. Ez micsoda. Aha. Hát itt nagyon az esélyünk arra, hogy itten. Hát jó. Az a baj, hogy itt hirtelen történnek itt a dolgok. Egy ideig semmi nem történik, aztán meg itten hello. És minden is. Van rá húkom. Azt mondja, a börtönben vannak itten emberek. Kikért nem akarnak semmit se. Hát. Az nem piskóta. Már megint? Vacsoráról vacsorára fogunk járkálni amúgy. El sem hiszem amúgy ezt a dolgot már, komolyan. Dilemma. A Segnungen, az nem tudom mi, a família Segnungens a téma nálunk itt most. És megkérdezte, hogy mi újság van, mi a helyzet ebben a témában. Hát... Kedvesek, akkor... Jó. Hát kedvességből most így hátrálunk itt egy kicsit. Tereljük itt a témát. Mondjad! Hát igen. Jó, azt mondja, hogy hát igen, kapnánk egy kis mínuszt, de inkább én rámegyek. Hát az nem. Hát igen, egy kicsit iszunk. Jó. Hopp! Valaki eltűnt. Most megint mi történt amúgy? És komolyan a bulgár király börtönbe zárta az unokámat. Én amúgy megőrülök. Én ezt a bulgár királyt amúgy esküszöm, hogy nyakon vágom most már. Most már tényleg unom. Amit művel. Na. Hát, hogyha már heves a mi csodás helyünk. 100-al több sereg fér el ide. A falunk nő. Nem tudom, hogy ezt szeretném-e. A bajnok effektivitás 10%-a nőhet, plusz egy bajnokom lehet, vagy a kontrollt tudjuk növelni, és a presztízsünk nő 2-vel, vagy szimplán többet fizetnek. Hát inkább presztízsre kéne menni. Így is van. Így is van. Még jó, hogy nem akartam elkölteni a presztist, és most elköltöttem. Na mindegy. Na, hát barátok lettünk még jobban, amennyire már csak barátok lehetünk. Kiszabadult a... Ugye? Kiszabadult, igen. Hát én vissza szeretném őt tenni. Ha már kiszabadult. Közben őt meg kell szeretnünk. Így.
Közben nekem itt megharagszik, hát én meg is őrülök. Az biztos, na Ungvár! Nem, inkább a Balaton. Hát a Balatonra kéne valamit itten tennünk. Na szóval azt akartam itten mondani, hogy valahogy itten Ungvárra jogot szerezni. De figyelj már, te mit imádsz amúgy? A tátos rendet kéne szeretne, öcsém. Tudom, ez a tengrisi nyelv, vagy mi, ima, vallás. Nem nagyon szeretem, hogyha ezeket szereted. Visegrád, Transzilvánia, Bihar, Heves, Visegrád, Beszterce és Torda. Azok a címek, amiket én birtoklok. Jó. De igazából a szeretőm most már nagyon szereti, nem tudom kivel beszélgetek, ja vele. Hát az nem kéne már. Azt mondja, hogy a területünk az még jó nagy. Ő se szeretne amúgy senkivel? Várjál, mert amúgy ő rossz kancellárom. Hoho. Ő a vazallusom. Ő vazallusom, és nagyon nem... Nem állunk jó hadilábon. És aki követi... Az a másik vazallusom. Jó, mondjuk ez így nem rossz. Isten igazából. És miért nem lehet csinálni? Szerintem nem lehet vele beszélgetni már. Indirektben. Ez nem olyan jó amúgy. A seregem az folyamatosan nő, annak örülök viszont. Annak nagyon örülök, sőt. Isten igazából. Én még ide sereget készíthetnék. Ez 275 veszel, lovas íjász. És a lovas íjász az amúgy nem is rossz. Sőt. Amúgy kifejezetten jó, mert gyors. Hát plusz 100 lovas íjász, hadd szóljon, gyerünk. Ungvár. Hogy szerezhetnénk meg Ungvárt? Hát ezt csak úgy tudom megszerezni. Keresünk rá valami jogot, hogy megszerezhessük. Azt mondja, hogy a fiamnak, Álmos Árpádnak még mindig valami tanító kellene. Elkezdett a városba valami jó fia tanító, ha minden igaz. Hát, még itt kettes szintű van. Na majd figyelj! Édesapád majd megmutatja. Mondom, édesapád majd megmutatja neki, de hát édesapád már meg is pukkant. Ó, hogy az a... Aztán cségtelen istetlenséges keréseitekért. Istenem. Hát igen. Álmos elhozta a magyarságot. A Kárpát medencébe. Megteremtette Magyarországot. A sztyeppéről. Letelepítette az embereket. Megpihentek. És most úgy döntött Álmos, hogy 66 évesen ő is megpihen egy kicsit. Hát jó. Linütika, a csodálatos magyar névvel rendelkező unokája veszi át az irányítást Álmos felett. Ú, Jézus. Álmos. A 820. január 1-én született amúgy Álmos. Az nagyon szép. Ő az, aki megalapította az Árpád házat. Ő az. Igen. Illusztris volt. Azért nagyon-nagyon az nagyon jó elismert. Király volt.
és két csatában vett részt. Hát jó. Nagyon ismert volt a stratégiában. Linutica az unoka Linutica lép a trónra. Mi ez a Isten? Jó. Nos. Ismerkedjünk meg Linuticával. Hát Linutica, kezdjük ott, hogy úgy nézel ki, mint egy gyász. Erre jobb szavam nem volt. Linutica amúgy egy tolvaj. Jó. Linutica egy tolvaj. Magyar királynak magyar korona illik. És a hajad amúgy hogy nézel ki? Istenem. Jó, nagy szakállat, nem növeztünk még. Így. Hát. Legyen. A fekete. Ez fekete, hát ez fekete. Nagyon jó. Szóval. Linutica. Ezt figyelj, arra figyelj. Majd lesznek itten bajuszok, ne félj, de figyelj, Linutica az annyira nagy sztár amúgy, hogy csillag és piroska már a szeretője. Elek. Linuticafi Árpád. Most komolyan Linuticafi, ezeket fogják megkapni ilyen köztes névnek. Linuticafi. Jesus Christ. Nándor. Nos. Hát keressünk feleséget. Olyat keresünk, aki szövetséges is szeretne lenni egyben. De azért, na. Figyelj már, Bulgária azért már kapja az ívet Bizánctól. Most már még úgy összebarátkoztam, amúgy Bizánccal kezdhetem előről az egészet. Hú, te. Orosz. Figyelj csak, öcsém. Az oroszok azok kemények. Ő lánya Dobroszlávnak. Tűnöm. Nem szeretném. A lengyel, még mindig itt van a lengyel. Amúgy ő nagyon jó tanító. De mondjuk ő szerintem tud ilyen. Hát igen. Az nem a legjobb az a lengyel, és ez a lengyel, ez ugyanaz a lengyel család? Persze, hát mi más lenne? Ha! Bolgár. Bolgár? Hol van a bolgár? Jaj, ott vagytok, aha. Hát az se jó nekem. Igazából... Nem. Bolgár, finn. Te ki az atya úristen vagy amúgy? Aha. Most én veled is mit kezdjek? Ord, bolgár, megint. Nem, az sem lesz jó nekünk. A lengyel. Most ez egy másik lengyel család, hékás. Mondjuk ezek izék, ezek ilyen gnómok. Bocsánat. Minden gyermekünk megkapná azt a képességet. Hát ezek meg betegek. Az sem jó. Ez sem az igazi. Ha. De ez milyen? Az milyen ember, aki szadista, de nyugodt? Nyugodtan lehet szadista, biztos mondja. Vagy nem tudom. Csodaszép. Csodaszép.
A csoda szép az mit ad nekünk? Mindenkivel. Ez közvéleményben lenne ez a... Na. Plusz 3 a diplomában azonnal. És mindenki felé 30%-kal nagyobb eséllyel barátkoznak, ugyebár, hát jobban kedvelik őket. És hát a románc terén 30%-kal esélyesebbek. Ugyebár. Ugyebár. Nos, hölgyem. Tudom én, hogy esapád, na mindegy, ott van fönt. 24, 13, az még teljesen jó. Jó vagyunk, jó. Egyel több területünk van, mint ami kéne. Jó. Nos, a fiú, hát az tolvajlásban jó. Egy aljas kis álnok kígyó. Ó, Istenem, pedig nem azt szerettem volna, hogy az legyen. De ha már itt errefelé tartunk... De igazából lehetnénk harcosok is. Azt mondja, hogy... Harcos. És még nagyobb plusz 20% amúgy itten nekünk a fruktbár. Az sem rossz amúgy. Nem akarok, én nem akarok ilyen állnak kis kígyót. Én engem nem izgat, inkább megyek a harcosra. Inkább megyek a harcos irányába. Apja nyomdokaiba lépjen. Íh, Jesus. Azt így ugyanúgy nincsen senki. Hú, gyerekek. Van két fia, egy 4 éves és egy 2 éves fia. Ja, pörgessük az időt, és akkor lesz egy feleségünk legalább. Jó, a feleségünk az megvan. Jó. Rendben van. A feleségünk az nem csatlakozik hozzánk. Ja, hát a feleségünk nem lehet a tanácsban, mi? Persze, egyből kedveskedjünk az asszonynak. Jó, hát az asszonyon nem lehet itten semmilyen kis affér. Igazából, várjál csak, nézd csak meg a szeretőjüket. Ő nagyon jó tanító. A gyermekünket... Azt tanítsa már. És ráadásképpen a gyermekünk... És mi van? Jaj, ha. Jó. Most elkavarodtam. Szerintem valahol, olyan szeretőnknél voltunk, igen. Neki van egy fia. Akinek mi vagyunk az apja. Ja, jó. Jaj. Jaj, te már jó. Te már ott vagy, ahol lenned kell. És még Álmos Árpád fit is. Tanítsd, kérlek. És ajándékot küldök neked, mert valamilyen haragszol rám. Neked is, piroska, itten kisebb ajándékozásgatásokba vagyunk. Elméletileg én a sereget azt amúgy megörököltem apámtól, így is van, nagyon jó. Eddig jók vagyunk. Na igen. Boldizsár, várjál. Vazallusok szeretnének csatlakozni a sorainkba. Hát őt kilőjük. Jó, Nándor. Ó, Jesus Christ. Jó, hát őt felvesszük. Csak nem tudom, hogy hova. Bajnokunk az van jobb, mint ő. Az nincs. Nagyon jó. Hát akkor részben egy probléma megoldva. Most már teljes mértékben megoldva. Jó. Hát igazából azokat veszem fel, akikre úgy gondolom, hogy jók, és majd meglátjuk, hogy ez segít-e nekünk. Az a baj, a gatyákat is ráköltjük arra, hogy elinduljunk valami jó irányba. Jajajaj, Irén. Irén, ő egy nagyon jó kém.
meghívjuk a városba, és befogadjuk, mint kém. Muszáj. Úristen, ilyen jó kémünk legyen. Úristen. Úristen, Irén. Nincs semmilyen bűnnisz. Maradsz nálunk, úgy keresünk embert, és egy kincstárnokot nézünk, csak nincsen jobb kincstárnok, harcos. Hát, igazából harcos az lenne, de jelen pillanatban az lényegtelen. A tátos rend híve. Te figyelj már. Cseréljük már ki. Várjál csak. Ja, hogy... Várjál, mert te most itt vagy, ugye? Igen, te mindenben is jó vagy. Ez itt a baj. Ó, akkor egy kincstárak. Milyen kincstárakunk van utána? Semmilyen. Hát az nem jó. Virág. Ez 10-es. Nem. Figyelj már, ezt elrontottam. Nem tudom visszacsinálni, már mindegy. Neked jó lesz. Ó, jó leszünk, jók leszünk, jók leszünk. 13. Sophie. Sophie. Az öregnek adunk egy kis ajándékot. Az öreggel lehet, hogy gondba leszünk, nem baj. De Sophie lesz az, aki hirdetni fogja nekünk itt az imát. Veled meg beszélgetünk, jó? Veled elbeszélgetünk egy kicsit. Neki már adtam, jó. Sophie nem szeret minket. Igazából váltsát erre. Így. Így. Jó, egyelőre amúgy jók vagyunk. Na várjunk. Most már csak 5/3. Vannak itt bajok. Ezt nem nagyon értem amúgy. De mondjuk miért nem ő van itt amúgy? Legyen már ő itt. Ne, nem lehet lecserélni Sophie-t. Ó, Istenem. Most kivel beszélgetek? Vele. Megőrülsz, hát itt olyan bajok vannak, hogy megőrülsz. Most nem érdekelnek a háborúk. Ezeket a címeket megörökölhetjük, jó? Nem jó, nem jó, nem jó az, amikor így hirtelen így át kell venni a dolgokat. Igen. Túl sok területem van. Na nézzük csak át, hogy milyen területeket birtoklok én. Azt ott lent. Azt ott lent. Azt ott. És azt ott édesapánktól. Azt ott. Jó. Na. Ájja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 j
Egy orvost azt hívunk, azt mindenképpen. Bajnokok terén jól állunk. Figyelj már, te vazallusom vagy. Te nem. Te sem, te csak a... Ó, bocsánat, hogy ezt így mondom, de szerintem mindegy. Te csak a bajnokom vagy. Koma, én adok neked területeket. De így már a barátom. Ja, igen, lesz, minden lesz.
Jó, meghívtak egy lakomára. Oké. Jó, hát ezt nem tudom. Igazából ünnisz van, nincsen. Jó. Így né. Szevasz, tavasz, hello. Tátos. Na, azt mondja, egy orvos. 16, 16-os. Így is van. Nagyon jó. Váltsd már át, öcsém! Az a terület, az nem a miénk volt? Nem mi? Az utánam következő ember, az a fiam lesz. Ez a konkubinenkind. Te vagy már nekem egy konkubinenkind. Az Isten rúgja meg, most ez miről beszél nekem? Jó, figyelj, én már neked keresek most valami... Valami fölösséget, öcsém. Mert itten aztán már bajok vannak. Na figyelj! Hány éves vagy? Öt? És ő szorgos. Igaz a jó. Nem biztos, hogy 28 éves feleséget kéne neked keresni, komám. Ha már így nézzük a dolgokat. Kígyó, mi? Figyelj, mert azt vannak ilyen fiatalabbak is. Hogy ne lennének. Szerintem ő jó lesz. Így meg főleg egy ilyen sereggel, fiam. Hol vagyok? Itt vagyok. És a másik fiamnak is keresünk valakit. Figyelj, neked itt kicsit lentebb keresgélünk. Igen, nem. De itt van már megint ez a nő, ez a szadista, de nyugodt. Igen, és amúgy megőrzi a pénzei szépen, azzal nincs is baj. Locsi feci, locsi feci, locsi feci. Cverk, hát ez nem jó. Ez amúgy nem rossz. 2 éves, és te is 2 éves vagy, komám. Miről beszélünk? Hát, hello, szia, szevasz. Jó. De ez most mi van? Amúgy valamit itt nem értek. Tátos! Tátosom. Amúgy banyek. Amúgy banyek. Légy már az orvos, amúgy. Egy házasság elfogadva. Egy másik házasság elfogadva. Szerintem itt azzal lesz a... Most az orvosom is, orvosunk is vagy, meg mindenünk? Ja, itt az a baj, hogy nem kedvel a tátosunk amúgy szerintem. Na hát megvan itt a probléma forrása. Jó, leesettem úgy, hogy mit akarok. Van.
Már háborúba hívnak. Oj, ez az Isten, ugye meg. Balaton hív engem háborúba. Károly ellenében. Hogy fizessek neki. Mert ő a höflig. Ja, hogy fizessek, nem háborúba hív, te balond. Fizessek azért, hogy ő kiszabaduljon. Fú, te az anyádat. Én egyszer úgy megrúdoslak. Ja, mert ő... Értem. Értem én, itt mi a pálya. Jó. Nos, itt én amúgy mi történik? Ahogy elárulja nekem valaki? Igazából ezt le tudnám támadni. Na ez már háborúba hívnak. Jajjaj. Az újdonsült... Remember. Háborúba hív. Jó, egy 42 fős sereggel háborúba hív egy 33 fős sereggel szemben. Úristen, úristen. Oh, Istenem, Istenem. Az a baj, hogy... Hanem ezt tudtam fogadni. Hát ez tetszett. Ez tetszett, köszönöm. Ez tetszett, esélyem nem volt elfogadni. Most akartam elfogadni. Na mindegy, a vallásom az nem éppen áll jól. És ezért nem szeretnek engem, hogy nem áll jól a vallásom. Hát igen. A fiammal nem egyszerű az élet. Na most állj meg. 41 éves, hát őt nem szeretném. 19 éves. Nem történik igazából semmi a szeretőmmé fogadom. Az úgy tetszik, az úgy tetszik. Na, a feleségem az hogy áll? Jó, hát az úgy megvan magának, köszönj szépen. Ő is. Ő is. Aztán ő is. Jó, hát igazából el vagyunk. Jó, hát a fiam az köttetett egy házasságot. Jó, hát igazából ő nem kedvel minket, de majd... Majd megkedvel minket. Egy hármas tanító van. Hoppá, van itt egy nagyobb tanító is, csak nem szeretné. Ha, kettes, azt se szeretné. Nem szeretné, hogy tanítsuk. Jó van akkor. Akar. Én értem, vele nem tudok beszélgetni már. Jó. Várjál, mert itt vannak börtönben emberek. De hol vagy? De ez nem jó. Már is összegyűjtik amúgy... Figyelj, én összehívom az összes embert összehívom. Visegrádban kicsi. Kicsi a kontroll Visegrádban. Figyelj, mindjárt nem lesz itten izé. Milyen háborút akarsz, öcsém? Kicsi a kontroll Visegrádban, azt mondja nekem. Jó. Most ki szeressen engem jobban, mi? Hát... Inkább Károly. Jó, azt mondják, hogy kicsi a kontroll. A
kontrollt azt melyikkel is növelem? Hol van? Így. Hol a kicsi a kontroll? Itt. Ja, nem tudok most csinálni semmilyet. Ha, mindjárt. Na, ott a sereg, hát azt gyűrd már le azt a sereget. Ez itt egy lázadás volt a javából. Tetszett ez a lázadás. Csak értelme nem volt az egésznek. Jó, és akkor itt kicsi a kontroll. Ja, segítünk rajta, hogy jobb legyen a kontroll. Üzent nekünk Árpád a túlvilágról, vagy én nem tudom. Ebben Árpád mikor meghalt te? Kicsi a kontroll, az mindjárt megoldódik, az a kontroll ott jó. Igazából a fiunk egy kicsit rosszul áll itt a dolgokkal. Nem igazán jó harcos. Nem igazán van a helyzet magaslatán. Az itt a baj. Boldizsár, a vazallusom szeretne nekünk barátkozni. Vazallusaim nem igazán szeretnek engem. És ez nagy baj. Jó, hát én most elkezdek beszélgetni itt a vazallusokkal. Mert nem nagyon szeretnek a vazallusaim. Egy kicsit lekenyerezzük őket. Az igen. Princ Gyula álmosfi. A nagybácsikám. Istenem. A 4 éves nagybácsikám. Komám, te nagyon-nagyon veszélyes ember vagy itten nekem. És én öklök utánad mindent. Jó. Ezek itt amúgy nem tudom mit csinálnak. Nem jó helyen vannak. Oké, kapunk egy kis pénzt. Az mindig jó. A táltos rend. Menjünk el arra rendezvényre még, és utána szerintem itt ezt már megpihentetjük. Még ezt tudjuk le. Egy kis stressz ért minket. Össze lehet vele barátkozni. Hogyne minden esetre érdekel a téma. Na várj te, mi van itten? A feleségem az így. Magas. Aha. Na várjál, megjött a feleségem. Na várjál. A feleségem az itt van. És a feleségem
diplomában fog nekem nagyon segíteni, mert abban nagyon jó. Ugye a nagybácsikánk az nem kedvel minket. Most én mit csinálják vele, hogy nem kedvel? Most komolyan. Amúgy, na mindjárt meg lesz az ott az a téma. Rá van egy húkunk. Igen, itt már vannak itt ilyen felkelés témák. Vannak itt ilyen bajok amúgy. A presztízsem az folyamatosan megy lefele, de hogy miért? Ez egyszerűen nem vágom, hogy miért megy folyamatosan lefele a presztízsem. És az a baj, hogy így semmit, de semmit nem tudok csinálni. Nem, egyszerűen semmit. Jó, mondjuk lenyugodtunk, teljes mértékig lenyugodtunk. Hát Magyarország a miénk, de... De azon kívül amúgy semmi. Semmi esélyünk itten a dolgokra. Jó. Hát igazából amit szerettünk volna, az Árpád házat megalapítjuk. És valamilyen formában elkezdjük irányítani az Árpád házat, az összejött. És van egy a testvérem, egy vazallusom. A feleségem, Ibolya. Aha, most már, most, aha, értem, oké. Hát, vannak itten. Krassó. Féltestvér. Féltestvér. Jó. Azt akarom megnézni, hogy szerintem, jaj, nem itt. Dinasztia. Ez itt mind az Árpád ház, de szerintem ki fog alakulni egy másik ház az Árpád házon belül, mert a testvérem, ja nem, az egy másik gyermek, jól van. Ez egy másik gyermek, jó, oké, akkor nincs gond, igazából. A testvéremnek a férje, jó, Hajnal, Árpád Hajnal, testvérem, azt mondja, hogy Árpád fi. Árpád, ő még Árpád fi volt. És még ő is Árpád fi volt. Azt van, ne vigyel őket. Árpád is. Árpád. Linütika fi. Ez az elek. Linütika fi. Ezt a nevet, amit itt közé írek amúgy, ezt annyira nem szeretem. Árpád fi. Árpád Ibolya. Hajnal Árpád. Graf Bertók Árpád fi von Krasszó. Úristen. Jó. Sára Árpád. Álmos Árpád. És Tamás Árpád. De figyelj már, hát még itt beleszólhatunk a dolgokba. Addig jók itt a dolgok. Neki. Keresünk. Egy szövetségest. Valamilyen szövetségest keresünk neki. Bár mondjuk amúgy nem fontos, hogy szövetséges legyen szerintem. A lényeg inkább az lenne, maximum 25 éves legyen. És Amazon. Érted? Egy Amazon adunk mellé. Ez viszi a presztízsünket, az nem jó. Nem olyan jók ezek.
közben stresszeltet itt a dolgokat. Ez mi? Úristen. Itt vannak megint a gnómok is. Itt a szarista állat is. Jó. Az a baj, hogy nem nagyon akartam, ahol még semmi sincsen, meg ki tudja, hogy milyen tulajdonságokat kapnának itten az emberek. De igazából lehet, hogy tudunk tenni ellene, hogyha ide kerül hozzánk, hogy ne legyen annyira rossz a statisztikája. Nagyon fiatalok itten az emberek. Hát nem tudom. Jézusom, hát lehet, hogy még komám, te nem kapsz így általam senkit. Sőt, biztos, hogy nem. Na jól van, srácok. Az a helyzet, hogy kedves Álmos vezérrel, aki ugyebár hol található, itt található, kedves Álmos vezérrel, innen a Sztyeppéről elindultunk. 800 valamennyiben, most ezt így nem fogom tudni megmondani pontosan. Meghódítottuk a Kárpát-medencét, a bulgárokat kiűztük innen, és egy csodálatos területet szedtünk össze, ahol megalapítottuk Magyarországot, úgyhogy ilyen szempontból elértük azt, amit szerettünk volna. Sajnos Árpád vezérünk nem lehetett vezér, mert hamarabb meghalt, mint ahogy az édesapja elfoglalta. Az édesapja elfoglalta a Kárpát-medencét, de aztán nem sokkal később Árpád nem bírta tovább és meghalt. Úgyhogy unokája, a csodálatos névvel rendelkező Linutika vette át itt most az irányítást, aki nem éppen egy jó király, akivel még sokat küzdünk, de még megoldódhat ez a dolog, és a fiunkat már most a fenéket harcra kell nevelni, mert harcos embert kell faragni a fiunkból, és a fiunk az, aki követhet minket, a táltos vallás az, amit mi kedvelünk, azt édesapánk teremtette, Álmos, akkor a nagyapánk, na de se baj, ezt a vallást tartjuk is, így lehet nagy a dinasztia, úgyhogy itt tartunk, és legközelebb folytatom, még tovább szeretném ezt űzni, és szeretném meghódítani mindenképpen a Balatont és a nyitrai területeket, meglátjuk, hogy mi lesz, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, legyen szép estétek, bár 6 órakor elméletileg érkezem még, és egy kicsit szellemekre fogunk vadászni, de még a srácokkal megnézzük, hogy biztos működik-e minden. Aztán ja, kicsit belemerülünk a szelleműzésbe, úgyhogy még lehet, hogy érkezem 6 órakor, addig is legyetek jók. Pacsi mindenkinek, hello, hello!